Sziasztok! Folytatjuk videósorozatunkat, ugye a 8 dolog, amit magunkért teszünk annak érdekében, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, illetve hogyha belenézzünk a tükörbe, tehát ugye akkor azt lássuk, amit szeretnénk látni magunkról. És ebben a részben a sportról fogunk beszélni, ami mindannyiunknak a családban elég meghatározó az életünk folyamán, és ennek az indítása, ugye az mindig a szülőktől jön, és megy a gyerekek felé. Nekem ez nem volt meg, ez az indítatás, ez így lemaradt, nekem a szüleim nem sportoltak, fiatalkorukban igen, versenyeztek is mind a ketten, viszont amikor én megszülettem, akkor ezt már nem művelték, nem sportoltak, és tulajdonképpen amióta felnőttem, azóta se, tehát az egész élet szakaszom alatt ők nem sportoltak. És ezt magamnak kellett ugye megszeretni, és ez úgy indult, hogy az iskolában még egy kényszer sportoló voltam, mert nagyon jó fizikumot, testalkatot örököltem a szüleimtől, és rendszeresen vittek mindenféle versenyekre, mert igazándiból bármihez hozzákezdtem, ha futottam, ha kislabdát dobtam, ha távolugrottam, teljesen mindegy volt, hogy melyik, mindegyikben mindig megnyertem a versenyeket úgy, hogy semmilyen felkészülést nem csináltam. Tehát még mások bemelegítettek a pályán a futás előtt, a verseny előtt, meg nagyon ráizgultak, addig én konkrétan nullát tettem bele, és aranyérmes lettem mindig. Én csak néztem, hogy mit futkosnak, meg mi bajuk van, körülbelül ennyi volt. A hosszú távfutás az viszont nem ment, ott már én is kidobtam a tartsot, úgyhogy csak ezek a 100 méter, 600 méter, ugye ezek voltak a versenyszámok, és akkor ezeket így ennyi volt nekem körülbelül lefutni, vagy bárkit lehagyni benne, úgy tényleg ezek nagyon jól mentek. Na mindegy, de hogy ott nem igazán volt az, hogy még mások ugye hétvégén játszottak, nekem kötelezően menni kellett, különben kaptam volna egy igazgatói intőt, hogy nem mentem el a versenyre, úgyhogy nekem muszáj volt elmenni, és ezért sem szerettem sportolni. Aztán olyan 20 éves korom környékén, ezt már másik videóban mondtam nektek, akkor a főiskola alatt, ugye a sok tanulás mellett, mert nagyon maximalista voltam, ahogy ugye Alexa is teljesen ugyanezt örökölte, de neki már ott a sport meg az étkezésre való figyel, én nem figyeltem semmire, úgyhogy pizzáztunk, kólát ittunk, és minden egészségtelent a férjemmel együtt, mind a ketten ugye ő egyetemre, én főiskolára jártam, és tulajdonképpen fölkaptam magamra egy pár kilót, aztán megkérte a kezemet, és akkor ugye az esküvőre, hát, hogy azért mégsem lehetek úgy, mint egy dundi menyasszony. Ráadásul egyébként én nagyon hülyén híztam, nagyon vékonyak voltak a lábaim, és ugye ez a hasamra és a felső részre híztam, szóval úgy néztem ki, mici mackó, legalábbis az egyik évfolyamtársam nagyon kedvesen megjegyezte egy lány, egy barátnőm, hogy úgy nézel ki, mint mici mackó, úgy hízol. Na hát ez tényleg így volt. És ezt nem akartam ennyiben hagyni, és ugye hát lefogytam az esküvőre, tényleg ilyen kis nácák és asszony lettem, és mellé, az étkezés mellé beiktattam a sportot. És tulajdonképpen nekem innentől indult el az, hogy 20 éves koromtól sportolok, és ugye az, hogy szeretem, az enyhe túlzás lenne, nem szeretem, egyszerűen tudatosan tudom, hogy nekem sportolni kell, és annak viszont nagyon örülök, hogy ez már a gyerekeimnél nem így volt, de majd ezt mindjárt Alexa elmondja, hogy volt. Igen, igazából én nem papa koromtól kezdve, tehát nyilvánvalóan onnan ugye a gyerekek figyelik azt, hogy a szülők mit csinálnak, és ugye azt úgy fölveszik, és azt szerint is viselkednek, cselekednek, és ugye az, hogy anya állandóan sportolt, azt úgy nem tudom, én is így magamra vettem, és nekem ez már természetes volt, hogy mindig sportolni kell, és ezért óvodától kezdve szerintem én mindig sportoltam, és nekem, én már szeretem. Tehát nekem nem a muszájból csinálom, hanem azért is, mert nagyon szeretem. És ez biztos, hogy anyának köszönhető, hogy én ezt így annyira természetesnek láttam, hogy az életnek a részének kellett lennie. És akkor óvodában RSG-ztem, a ritmikus sportgimnasztika, aztán nem tudom, hogy jártam egyébként csomó rockira is jártam hip-hopra, jártam röplabdázni is, tehát hogy nagyon sokféle sportot kipróbáltam. Úszótáborokba. Úszótáborokba, tenisztáborokba. Tenisz azért nagyon sokáig, szerintem 8 éven keresztül összesen folyamatosan jártam teniszedzésekre, és akkor eleinte a tenisz mellett még röplabdáztam is, hogy ugye azok egymást segítik, ugye a labdaérzéket javítja mindkettő. Úgyhogy és most pedig már saját magamnak állítom össze, hogy az edzéseim ugye inkább súlyzós, erősítős, mindenféle kardiós edzések, amiket igazából itthon is lehet csinálni. És bárhova vittem egyébként Alexát, teljesen mindegy, hogy hova, mindenhova azonnal bevették, és mindenki azonnal látta benne a versenyzőt. Tehát így, ahova nagyon nehéz volt bejutni, mert már évek óta senkit nem vettek be, vagy nem vett fel, például ez az RSG-s hölgy, őt bevette rögtön, tehát a teniszen állandóan nyomták, hogy menjen versenyre, csak neki a maximalista felfogása miatt, amikor egyszerűen mindig nyerni akart, és én azért sírtam, hogy csak legyen harmadik helyezett, vagy valamit figyeljenek fel rá egy versenyen, mert hogyha nem, akkor ő teljesen összeomlott, és nekem lett egyébként elegem a versenyzéseiből, mert nekem akkora ideget okozott, hogy nekem mindegy volt, hogy hanyadik, tehát láttam rajta, hogy neki nem mindegy, és ezért én azon izgultam, hogy ő nehogy utána szomorú legyen, ha mondjuk nem ér el valamit. De őszintén nekem meg azért volt fontos, hogy nyerjek valamit, mert anyáik ott voltak. Tehát, hogy én nekem egyébként annyira ez nem volt fontos, csak hogy meg akartam felelni. Főleg a nagyszülőknek, mert ők ott már volt teniszes múlt több személytől is, és akkor emiatt, hogy úristen, hogy mindenki tök jól játszott, és akkor most nekem is kell, úgyhogy... Igen, a nagypapája Gulyás István többszörös világbajnok teniszező egyébként Alexának, és ugye ezért Alexában meglátta a család a következő Gulyás Istvánt, csak ugye lányban, és mert a fiának egyébként nem sikerült ugyanoda eljutni az apukának, és akkor először ugye ott akarták a kislányt, de ő nem akart teniszezni, és akkor Alex, hogy szeret teniszezni, azt gondolták, hogy na, majd ő lesz az, aki a családban ezt a vonalat tovább viszi, de én viszont nem hagytam ezt, hogy ilyen komolyan vegyük ezt az egészet, mert láttam, hogy neki ez egy nagyon nagy lelki teher, és azt mondtam, hogy így sportolni. Tehát mivel hogy ez mindig ott lesz benne ez a druk, de most ugyanígy van az iskolában is mindig ugyan a jegyek miatt, tehát Alexában ez mindig benne volt, ezért jobbnak láttam, ha legalább ezt az egyet kiiktatjuk, és akkor mondtam, hogy mi lenne, ha hobbiból teniszeznél, és akkor így maradtunk a hobbi teniszezésnél, és akkor a többit pedig abba hagyta, szóval tényleg így a testalkata neki is ehhez nagyon jó, mert szerintem az egész családnak genetikailag, egyébként Robi vonala is teljesen olyan, az én szülői vonalam is mind a két részről olyan, hogy nagyon gyorsan épül az izomzatunk, tehát hogy tényleg így sport szempontjából nagyon jó a genetikák, és ott a volt férjemnél is sportoltak, tehát tényleg így szerintem az mindannyiunknak így tényleg jól jött. Alexa még ilyen volt, Martin ő focizott, viszont ő neki nagyon nehéz a csontozata, nagyon erős testalkat, tehát neki a combjai és a feneke is, ahogy tényleg ez a robosztus, úgyhogy a foci az annyira nem neki volt való, de nagyon szerette, és rendszeresen járt ilyen sportklubba. Aztán utána ő azt abba hagyta, és akkor maradt neki az edzőtermi edzés, meg a futás, úgyhogy ő ezt csinálja, és Robi pedig ő régen boxolt, aztán volt egy balesete, ami miatt ezt abba kellett hagyni, és hogy utána mit sportolt pontosan, azt így nem tudom, de amióta én megismertem, 2011-ben, ő onnantól, én szerintem nem sportolt, ő most kezdett el, ugye? Ott végig nem volt. Igen, volt egy időszak, amikor nem egy hosszabb egy időszak. Hosszú, nem tudom, hogy pontosan a kapcsolatunk elején sportolt, nem emlékszem már, de az biztos, hogy nagyon hosszan nem, és aztán most így 40 éves korában kezdett el újra sportolni, és jött arra rá, hogy ez mennyire fontos, és ő viszont nagyon komolyan, ő heti 5-ször jár edzeni, személyedzővel, és térjünk is most ki itt arra, hogy a személyi edző szerintem nagyon-nagyon fontos, mert ő az a személy, aki egy kezdő sportolónak megmutatja, hogy az ő testalkatához, az ő életviteléhez melyik edzés típusok javasoltak, milyen súlyzókkal, milyen intenzitással, mely eszközöket használja, hogy minél jobban a saját testét tudja alakítani, és azt az izomzatot érje el, amit szeretne. Tehát, hogy ne edze túl magát, és mondjuk szerezzen túl sok izomzatot, mert elkezdi inni a fehérjeport, mert minden utána olvas, és össze-vissza csinál mindent, hanem, hogy azt mikor kell inni, mikor mit kell, és hogyan kell csinálni, és milyen hosszú legyen egy edzés, utána hogy kell lenyújtani. Én nagyon ajánlom mindenkinek, én magam is elvégeztem egyébként a TFN az öcsémmel együtt a személyi edző szakot, úgyhogy mind a ketten egyébként személyi edzők lettünk. Ez a sportszeretetből jött, tehát onnan, hogy egy kicsit jobban beleássak abba, hogy mit csinálok. Nem igazán azért, mert személyi edző akartam volna lenni, hanem engem ez nagyon érdekelt, ahogy a testvéremet is, mert ő is nagyon sokat edz, tehát ő is 20 éves korától folyamatosan erre nagyon odafigyel, hogy minél jobb formában, de hát ő pasira teljesen más okok miatt edz egyébként, mint például mi nők. Mi azért is edzünk, hogy le is fogyjunk, bár csak ezt mondom, hogy 20% a sport, és 80% az étkezés a fogyásnál, tehát ne várjuk azt, hogy összeeszünk mindent, sütitől kezdve pizzát és mindent, és akkor hiába futkorászunk mi, ahhoz annyira sokat kell edzeni, hogy azt elégessük, hogy ez nem fog igazán sikerülni, csak hogyha egész nap az edzéssel vagyunk elfoglalva. Úgyhogy na, szóval az edzés egyébként nekem, tehát onnantól lett az életem része, és neveltem bele a gyerekeimbe. Kira ő heti 5-ször néptáncol, mert bárhova vittük sportra, tehát karate, akkor mit csinált még? A karate volt, akkor focizott is egy picit, igen, akkor kosarazni nem akart, az valamiért nem, rokizott, ő is csinált valami más táncot is, még volt valami más, nem csak roki volt, hanem... Szóval mindenféle kipróbált, sehol nem maradt meg, és egyszer a néptánc úgy bekattant nála, hogy én nem tudom, de én nagyon örülök, mert a néptánc az egy órás elfoglaltság, és olyan szinten kiúrálják magukat, hogy csatakokban lóg a haja, tehát hogy teljesen szétizzadna, hogy látszik, hogy nagyon kemény edzéseket tartanak a néptánc, mert ugye ők versenyezni is fognak, még Kira még nem versenyzett, de ő is most egy olyan csapatban táncol, akik majd versenyeznek is, hogy ő is fog majd, és tényleg ezt nagyon szereti, hogy hazajön, és akkor is itt ugrál nekünk, énekel, hújjog, és mi csak pislogunk, mert hazajön, a fürdőszobába is nyomja, a tükör előtt, utána itt a nappaliban, és hogy a kopogós cipőt fel tudja venni, akkor meg aztán az utcán is, mert most például voltunk Kecskeméten hétvégén, és ott nekiállt, kézzel, azt nem is meséltem, az utcán. Ahogy sétáltunk, ő közben néptánc lépésekkel közlekedett, és közben énekelt, úgyhogy nagyon... Tehát ő tényleg egy ilyen, ebbe megtalálta saját magát, mert énekelni is nagyon szeret, úgyhogy is ebbe a kettő ötvöződik, úgyhogy tökéletes a néptánc neki. Úgyhogy ő pedig ezt csinálja, de nyilván ő is, hogy látja, hogy a tesók is sportolnak, és itt anya és apa is sportol, ez az ő élete részévé is fog válni, tehát ő is érezni fogja ennek a fontosságát, tehát mind a táplálkozásnak, mind pedig a sportnak. Alex, de miket sportolsz? Hú, hát igazából nagyon változó, általában, és hát mindig keverem, tehát többféle edzésformát szoktam csinálni, és úgy időszakonként változik, hogy mennyit, mikor, hogyan. Volt egy időszakom, egy ilyen, szerintem lehet, hogy egy 3 hónapon keresztül, ugye a végig azt csináltam, hogy heti egyszer úsztam, 2-szer jogáztam, és 4-szer pedig súlyzós, erősítős edzéseket csináltam. A súlyzós, erősítős az úgy volt, nem, mert először úgy volt, hogy van felosztva, igen, hogy nem 4-et súlyzóztam, hanem az egyik ebből kardió volt, és akkor a többi 3 az pedig push-pull-leg napok voltak, így volt felosztva, ugye különböző súlycsoportokra, izomcsoportokra. És de azok mit jelent? Azt nem mindenki tudja. Az első nap ugye az arról szólt, hogy váll, triceps és mell, utána a második nap az ugye hátra megy rá, illetve a bicepsre, és ut, ugye a legnap pedig ugye az a lábnap, ott pedig ugye valamilyen edzést a lábamra csináltam ugye súlyzókkal, és most viszont az utóbbi időben már azt csinálom, hogy 2 napot adok magamnak pihenő napoknak. Néha az egyik pihenő napból lesz egy sprint nap, amit egy ilyen 20 perces sprintes edzés, azt szoktam így belerakni, de az nem mindig történik meg, viszont a sprint az egy nagyon jó edzésforma, mert abból a 20 percből nagyon le lehet fáradni, és másnap olyan izomlázom szokott lenni a hasamba is, meg a combomba is, ugye hihetetlen, nagyon meglepő, hogy ez a kis edzés ugye milyen nagy dolgokat tud így elérni. És a többi napban most már úgy van, hogy 1 napot pilateszezek, és 4 napot most már csak erősítés és súlyzós edzésre fókuszálok. Ugye ez a push-pull leg, ez ugyanúgy megmaradt, viszont van még egy lábedzés is mellé, mert ugye a felső testemet azt most már nagyon kidolgoztam, viszont a combjaimat még annyira nem, mert kicsit félek tőle, meg féltem tőle, alapból kicsit vastagabbak a combjaim, és attól féltem, hogyha most még izmosítok, mert ugye izmosabb is lesz, akkor még vastagabb lesz, de szerintem egyébként annyira sokan mondták már, hogy ahogy izmosodik az ember, úgy megy le onnan a zsír is, és formálódik, és nem kéne, hogy vastagabb legyen. Ő zsíromtest alkat, azért azt tegyük hozzá, tehát ez a körte. Úgyhogy, de most már szeretném azt is, hogy így is izmos, csak hogy szeretném, hogy még tónusosabb legyen, mint ahogy így most kinéz. Úgyhogy most ezek nagyon változó, hogy mikor, milyen, ami éppen jól esik meg, hogyha már valamit nagyon unok, azokon változtatok. És szóval ami most az edzésformám, az nem valószínű, hogy egy fél év múlva is az lesz, mert lehet, hogy váltogatni fogom, hogy melyik nap mit csinálok. Mondjuk ezek a súlyzós edzések nagyon bejönnek, meg rengeteget erősödök, izmosodok, úgyhogy... Igen. Azért mosolygok ilyen nagyokat, mert szerintem a legtöbb anyuka az kidobta a tacsot. Tehát aki még dolgozik is, meg gyereket is nevel, meg a férjével is foglalkozik, meg magával. Szóval, hogy azért ez amit Alexa csinál, ezt most még ő tudja, mert még nincs gyerkőc, meg nincs még nagy család. Nincsenek ezek a hétköznapi dolgok, a bevásárlás, a főzés, szóval, hogy ő is szokott főzni, mert nem az, hogy nem, de hogy azért, ugye ez egy sok összetevős, ezt mi anyukák nagyon jól tudjuk, a családanyák, hogy mennyi mindent csinál egy anyuka. Szóval oda nem fér szerintem ennyi bele. Ha valakinek belefér, akkor szuper, szuper, én pihenni is szeretek, meg más csinálni, mint csak az edzéssel foglalkozni. Egyébként nem tudom, ezek hány percek szoktak lenni? Hát a súlyzós edzések azok 1-1,5 órák is tudnak lenni, de van, amikor csak 40 perc, tehát hogy ez is nagyon változó, hogy éppen van, hogy intenzívebben akarom csinálni, akkor gyorsabb, viszont hogyha kicsit többet akarok hagyni ugye a szettek között pihenőket, akkor viszont egy hosszabb folyamat. Úgyhogy igen, nagyon változó. De van, előfordul a pilates például csomószor van, hogy csak fél órát csinálok belőle, mert az is bőven elég. Ehhez képest én heti 3-szor edzek. Régen én is volt, hogy minden nap futottam. Amikor a futást elkezdtem annó, még 20 éves koromban, akkor én napi 17 kilométereket futottam. Ezt 5-ször egy héten, és akkor ugye a hétvégét azt pihenő 2 napnak tartottam meg. És ugye aztán hozzá belekeveredett ez az edzés a személyedzővel, és akkor olyan szikárrá váltam, én arra emlékszem, hogy rám szólt a volt férjem egyik kollégája, hogy nagyon szép, nagyon jó, tényleg gyönyörű, semmit nem lehetett rajtam megfogni, de úgy nézek ki, mint egy betonkocka. És a volt férjem is ezt mondta kb., hogy olyan érzett, hogyha megfog, hogy semmi. Tehát, hogy tényleg így nem lehetett így megcsípni rajtam semmit, mert olyan izmos voltam, viszont az arcomra ráment egy kicsit ez a túledzettség, és ez a szikár arc egy ilyen pasisabb, egy maszkulinabb arcom lett, és kellett ez a pofon, hogy ezt ezt a fajta edzést ezt így abba kell hagyni, hogy ez semmiképpen nem jó, hiszen én nem akarok maratont se futni, meg nem akarok mindenféle versenyeken részt venni, és akkor inkább a nőiesebb idomokat kellene visszahozni, és akkor ebből a tempóból visszavettem. Főleg úgy, hogy én még nem is nagyon ettem mellette, mert arra is figyeltem, hogy például amikor ugye már megszültem a gyerekeket, akkor visszaszerezzem a régi testsúlyomat. Én nagyon gyorsan mind a kettőjük után visszatértem ugyanoda, sőt még vékonyabb lettem, mint a szülés előtt. És akkor ezt ugye nagyon, nagyon hosszan tartottam. És tulajdonképpen egyébként az edzőteremből azért kerültem haza olyan szempontból, hogy futógépet vásároltunk otthonra, mert egyszerűen az edzőteremben azt éreztem, hogy sose lesz vége az edzésnek, mert megérkeztem, akkor blablabla a recepcióssal, utána blablabla az edzőteremben mindenki odajött, mert én egy elég kommunikatív személy vagyok, hát ugye ezt nem volt nehéz kitalálni, és mindenki odajött, és megosztotta a problémáját, tanácsot kért, hogy ezt hogy csinálja, vagy azt hogy csinálja, és azt vettem észre, hogy 5 óra nekem egy edzőterem. Ezt azért tudtam nyilván megtenni, mert a gyerekek óvodában voltak, vagy a férjem dolgozott, és én ugye akkor otthon voltam, nem dolgoztam, és egyszerűen a napomban ugye elindultam, hogy elmegyek edzeni, és akkor utána mentem vásárolni, otthon főztem, aztán igazán mentem a gyerekekért, úgyhogy nagyjából ezek voltak így a napjaim, de ez borzasztó volt, és egyre több volt a teendő, meg tehát én is mindig sok mindennel foglalkoztam, ezért vettünk otthonra egy futógépet, mert akkor ugye azt lefutottam azt az 1 órát, vagy másfelet, amennyit éppen gondoltam, megmostam a hajam, de nem kellett még megszárítani, meg sminkelni, meg nem tudom mit csinálni, mert akkor az megszáradtam, úgy megfőztem az ebédet, szóval ez így felgyorsította ezt a részét, és akkor utána, ahogy az ember, ugye utána, hogy visszamentem dolgozni, akkor utána, hogy kevesebb lesz az ideje nyilván, aki már gyereket is nevel, családanya is, főz is, és még dolgozik is, ott egy sokkal kevesebb lesz az embernek az ideje, és akkor ugye azokat az edzésformákat keresi, amivel még van kedve egyáltalán foglalkozni, de egyébként amikor hosszabban dolgoztam, akkor nekem sem volt kedvem elmenni, akkor volt, hogy elmentem spinningelni, de akkor leredukálódott a heti 5 alkalom, ugye 2-3-ra, vagy volt, hogy egész héten nem mentem, vagy csak egyszer mentem, tehát én abszolút megértem azokat az anyukákat, akik, vagy férfiakat is akár, akik nem tudnak egyszerűen elmenni edzeni, mert hullafáradtan esnek haza a munkából. Nekem volt, hogy este 10-kor értem haza a munkából, hát én mivel egész nap talpon voltam, és egész nap dolgoztam, és úgy értem, hogy le van szívva az agyam, nekem már nem volt erőm ahhoz, hogy még nekiálljak, nem ugyannyit, mint Alexa, hát konkrétan semmit nem volt sokszor erőm edzeni, és akkor ugye itt a testsúlyt azt úgy tudod megtartani nyilván, hogy akkor az étkezésedre figyelsz oda, mert hogyha mondjuk már lefogytál az ideális testsúlyra, és edzel, akkor sokkal jobban megtartod edzéssel már azt az ideális testsúlyt, hiszen ott pluszba annyit edzel, hogy azt a kalóriát, amit pluszba bevittél, azt elégesd. Tehát, hogy ugye vannak ilyen jellegű összefüggések is ilyenkor, hogy amikor fogyókúrázol, akkor nem elég csak edzeni. Tehát ezt helyre kell tenni, akkor ugye az étkezésre kell nagyon-nagyon odafigyelni, de a megtartásnál már, ott már lehet, hogy elég az edzés, és egy picit figyelni mondjuk az étkezéseknél. Na mindegy, szóval, hogy átkerültem otthonra, és akkor az otthoni edzésformákat kerestem, és aztán most a Covid alatt mutatta meg nekem Alexa a HIIT edzést, mert ő csinálta, te csináltad ezt először, és mondtad, hogy milyen gyorsan alakul rajtad az izomzat általa. Mondtam, hogy fú, ez szuper, 20 perces egy edzés, ez a nekem való, és tulajdonképpen ugye van az egyik a High Intensity Training, a másik meg a High Intensity Interval Training, és a két isben és az egy isben az a különbség, hogy az egy is, az sokkal intenzívebb, ott kidobod a tacsot, tehát ott mondjuk, hogy van egy ilyen feladatsorozat, mondjuk 6 egységből áll, és akkor azt megismétli 3-szor vagy 4-szer egymás után ugyanazt a 6-ot. Én nekem volt, hogy az elsőnél már fogtam itt a elválasztó falunkat, és abba kapaszkodtam, mert úgy dobogott a szívem, hogy azt hittem, na, és akkor ott volt, hogy utána már csak így válszorogtam kb. A másik 3 sorozatba, vagy csak 2 sorozatot tudtam így nagyjából megcsinálni, aztán persze, ahogy edz, egyre többször csináld, akkor utána belejössz és végig tudod csinálni a sorozatot. Ezért én jobban ajánlom, mert azt hiszem most találtam már meg jóval később ezt a 2 íset, mert az egy sokkal kellemesebb, az is nagyon erős, nagyon szépen alakítja a fenekedet, feltolja a combizmodat, tehát tényleg olyan szép karizmot, nagyon szépeket csinál, hogy meg ugye ebben van saját testsúlyos edzés is, még ugye a sima 1 is, de ott nagyon erre nem sok időt szán a karra, hanem inkább ugye a fizikálisan, hogy te fejlődjél, és minél edzettebb legyél, és jobban bírja cuklával, ha föl kell rohanni a lépcsőn. Én így fogalmaznám meg, hogy az arra sokkal jobb. És ugye a 2 is, az meg ugye az egész testet átdolgozza. A futás az egy nagyon más dolog, mert ott minden izomzatot megmozgat, és ugye az kitartó, az egy monotonabb, az egy unalmasabb, például én azt baromira szoktam unni, úgyhogy én valami filmet szoktam nézni, ezért is szeretek itthon futni, mert akkor közben nézek valamit, hogy megy az idő, bár ebből a szempontból ugye rossz, hogy nem tudsz úgy befelé figyelni, de én nagyon sokszor nézem a sorozatot, és akkor ugye mit tudom én, 1 órát futok legalább, a fél óra után nem emlékszem, mi volt a sorozatban, van egy csomószor olyan, mert elmegy a figyelmem, így befelé fordulok, és egyrészt nagyon jó, hogy már futok egy fél órája, tudom, hogy tettem a testemért, másrészt az gondolataim így lecsillapodnak, és nem cikáznak össze-vissza mindenfelé, és akkor például, hogyha mondjuk volt egy probléma, akkor arra a problémára vagy megtalálom a választ a futás alatt, a második fél órában, vagy pedig, mikor befejeztem a futást, arra a problémára sokkal nyugodtabban, lelassultabban tudok rátekinteni, pozitívabban, és a megoldásra tudok koncentrálni, de ugye ez megint majd egy másik videó lesz, amikor arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk pozitívan gondolkodni, vagy a gondolkodásunkat hogyan tudjuk jó irányba vinni. Ennek egy része például lesz, hogy ezzel is el tudjuk ezt élni, de hát ugye a testünkre mindenhogy fut, vagy mindenhogy hat az edzés. Igen. Igazából sokkal több energiája lesz az embernek, az ugye nagyon stresszoldó, jobban alszik tőle az ember, felgyorsul az emésztés, tehát hogy annyira sok pozitívum van emellett, tehát hogy például ugye depressziós embereknek ezért nagyon sokszor szerintem javasolják azt, hogy mozogjanak, mert ez a boldogság hormon szabadul fel, amikor mozgunk, meg hát ugye az egész szervezetednek jó az, hogy mozgásban vagy, főleg, hogyha mondjuk az evolúcióra gondolunk, ugye, hogy mennyivel többet mozgott az ember, és hogy most milyen más életmódot élünk. Bizony, állandóan ülünk. Hát én amikor gyerek voltam, ugye nem voltak még mobil, meg mindenféle tévé, hanem mi állandóan kivoltunk az udvaron. Mi bujocskáztunk, tollasoztunk, fociztunk, labdát, tehát hogy tényleg bicikliztünk állandóan. Hazaértem, és alig vártam, hogy kimenjek, kint voltak az egész utca, a barátok, és akkor mentünk mindenfelé. Tehát, hogy tényleg fogócskáztunk, kidoboztunk, tehát hogy tényleg akkor erre meg rengeteget kirándultunk. Most meg mi történik, ugye, hogy nézzük a sorozatokat, akkor ülünk otthon telefonon, nem elmegyünk találkozni a barátnőnkkel, hanem ugye telefonon egy óra alatt, amíg közben ülünk, és mondjuk még lehet, hogy közben eszünk is valamit. Tehát, hogy így tényleg így az egész, akkor autóval megyünk, akkor ugye én mikor fiatalabban busszal közlekedtünk, anyukám nem is tudott vezetni, a mai napig nem tud, tehát ugye apám elvitte az autót, ő azzal ment dolgozni, és akkor mi minden gyalog a közérbe is biciklivel mentünk, vagy elsétáltunk, tehát egy nagyon más jellegű életet éltünk. Ez a fiataloknál például narancsbőrön is kijön, más jellegű ételeket ettünk, tehát nem volt ennyi, én pizzát gyerekkoromban nem is ettem, azt sem tudtam, mi az, hogy pizza, meg hamburger, meg ilyenek. Tehát édesség is úgy volt, hogy apám hozta, emlékszem, a tejcsokit, a Milkának az elődjét Ausztriából hozott neki a kollégája mindig egy doboznyival, és akkor annyi volt, hát a banánt is Ausztriából hozták, szóval, hogy annyira más ételek voltak akkor, sokkal egészségesebben étkeztünk szerintem, mint most, nem volt ez a sok plusz dolog az ételekben, úgyhogy nagyon minden megváltozott. És most csak hogy erre, hogy rengeteg dolgot, az, hogy ülünk, ugye az izületeinket, az egész csontozatunkat, az izmokat, akár, hogy ilyen becsípődéseket tud okozni, tönkreteszi a testtartást, és az, hogy valaki rosszul jel, ugye a gerincre rá, hogy a gerinc az hihetetlen fontos. Tehát, hogy annyira sok mindenre ez ki tud redőzni, és ezért a mozgás, az, hogy ne egész nap üljünk, ez ilyen rettentő fontos. De már az is, hogyha csak valaki elmegy sétálni, hogyha előtte nem sétált, már az is egy egyébként hatalmas fejlődés. Úgyhogy... Hát meg ugye ez a görnyedés, ez. Tehát a gép előtt. Én is így görnyedek. A Marti mindig rám szól, hogy valami olyan labdát, vagy valamit vegyek, ami miatt így ülök, hogy emeljen fel ugye a gépet szemmagasságba, hogy ne így üljek. De ugye az edzés ezt mondjuk ugye helyre teszi, viszont észrevettem, hogy azóta állt be itt több helyen a hátam, ugye, hogy többet ülök a gép előtt, akkor itt érzem, hogy húha, a nyakam is, meg minden olyan merevebb lesz, és ezért jó, ha edzel, meg nyújtasz, és akkor ezekkel ugye ezt helyre hozod. És akkor most gyorsan még arra rátérek, ugye, hogy akik dolgoznak, nagyon sokszor a fogyókúrás videóinkhoz bejönnek olyan kommentelők, hogy miért nem mentek inkább edzeni. Ugye amikor valaki ott leírja, hogy hogyan fogyott le, meg hogy mit tesz érte, meg hogy most hány kiló, meg minden, és akkor jönnek ezek a nagyon jó tanácsok, amit nagyon nehéz azoknak betartani, akiknek mondjuk nem a sport az életük, akik nem 8 órában dolgoznak, hanem családanyák és 8 vagy 10 órában dolgoznak, és még mellette főznek, mosnak, takarítanak, gyereket nevelnek, a férjüknek meg akarnak felelni, és stb. Akkor ezekbe beilleszteni az edzést, hogy tehát a nagy mellel van az a férfi, mert legtöbbször egyébként pasik szoktak ilyeneket kommentelni, amit nagyon jókat tudok mosolyogni, mert bocsánat, de tényleg a legtöbb az 8 órában dolgozik, és kb. Semmi más nem csinál, mert elejti 8 óra után a tollat, és utána vagy nincs családja, vagy egyszerűen nem foglalkozik a családjával, mert aki a családjával foglalkozik, aki dolgozik, aki vásárol, főz, és takarít, mos, meg stb., majd megnézem azt a férfit, amikor majd nagy mellénnyel odaáll, hogy ő neki van még 3 órát az edzőteremben lennie. Úgyhogy ezeket nagyon szeretem, ezeket a kommenteket, mert nagyon viccesek számomra, főleg én, aki egész életemben erre odafigyeltem, és mégis megosztottam egy ilyen fogyókúrás videót, mert igen, mert ugye itt testalkat emberek, mert nagyon sokszor ezt pocakosok is szokták kommentelni, megint csak nagyon jól tudok mosolyogni, tehát a testalkat is számít. Tehát vannak olyan testalkatú emberek, olyan genetikával rendelkezők, akik egyszerűen bármit esznek, nem fognak meghízni, és vannak azok, akik viszont hízesre hajlamosak, és ők is szeretnének azért enni, és nem akarnak, nem tudom, milyen modellek lenni éppen, akkor, és szeretnék magukat jól érezni, és tudom az evés az élet egyik része, hogy jó ízűen tudjunk enni, amit szeretnénk. Úgyhogy igenis, hogy ezeket a fogyókúrákat nagyon jó ezekbe beiktatni, vagy akár egy böjtöt, vagy most itt nem az olyan böjtre gondolok, hogy egyáltalán nem eszünk semmit, hanem ugye erre az időszakos evésre gondolok, például én is szoktam ilyet csinálni, tehát ugye ezeket, vagy például ezeket a fogyókúrákat, amiket megosztok a csatornámon, egy ilyet egy évben 2-szer mondjuk az ember megcsinál, hol az egyiket, hol a másikat, az már nagyon sokat tesz azért, hogy visszakerüljön ugyanabba a testsúlyba, mint amiben ő jól érzi magát, vagy amire neki szüksége van, úgyhogy, és akkor mellé még, hogyha tud mozogni, akár sétálni a gyerekekkel, vagy egy jót tud táncolni, pont Alexával beszéltük, hogy az is milyen jó edzés, hogy van ez a PS4-en a Jazz Dance, és akkor a gyerekkel egyet táncolsz, de annak van egyébként ilyen edző funkciója, amikor összerak ez a program 6 táncot egymás után, ami egy kicsit ilyen intenzívebb, és akkor azt így, ha végigcsinálod, akkor tulajdonképpen le tudtál mondjuk egy ilyen kardioedzést arra a napra, és mi anyukák, nekünk az a nagyon fontos, és azt kell előre tennünk, hogy nekünk azért kell edzeni, hogy minél tovább tudjunk együtt lenni a gyerekeinkkel, hogy minél tovább tudjuk látni a férjünket, vagy a párunkat, hogyha most éppen nincs gyerekünk, akkor hogy vele, vagy a kutyánkat tudjuk nevelni, vagy tehát, hogy nekünk az egészségünk miatt nagyon fontos az edzés, és innen kéne valahogy agyban kiindulni, hogy mi nem most azért edzünk, mert a tükörben egy vékonyabb nőt szeretnénk látni, hiszen ahhoz, ezt írd és mondjátok, nem kell edzeni. Tehát azt egyszerűen étkezéssel le lehet rendezni, hogy mi abban a testsúlyban legyünk, amiben szeretnénk lenni, tehát 80% a fogyásnál az evés, és nem pedig a sport, az inkább, amit mondtam, a fenntartáshoz, illetve ha több izomzatunk van, akkor több zsírt fogunk elégetni, és ennek köszönhetően akkor ugye többet is tudunk enni. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha egy heti kétszer be tudjátok azt a 20 percet, és erre nagyon jók ezek az edzések, amit mondtam, majd meg is osztok itt lent veletek egy csatornát, amit én ugye rendszeresen használok, én 2-t szoktam beiktatni, tehát én körülbelül 40 percig edzek, beteszek egy olyat, ami inkább izmot épít, illetve beteszek egy olyat, ami meg inkább ilyen ugrálós, és akkor ezt a 2-t szoktam keverni, amit én nekem ez így vált be. Az elején is 20 perceseket csináltam, de vannak 10 perces edzések, a 10 perc is több a semminél, tehát az a lényeg, hogy amikor éppen van időtök, akkor jusson eszetekbe, hogy ezt magatokért teszitek, azért teszitek, hogy egészségesek legyetek. És az már egy mellékhatása, hogy nagyon jó formát csinál nekünk ugye ez az edzés, és egyébként most itt az izomzatra visszatérve, Alexa az élő példa, hogy amióta így izomzatot épít magára, egyébként gyönyörű izomzatot épített a hátára, meg a karjára, tehát de tényleg egy 3 hónap alatt körülbelül, akkor már mindjárt elmondja, hogy annak mi lett az eredménye. Hát igazából anya mindig mondta nekem, hogy én milyen keveset eszem, és nekem egyébként nem tűnt kevésnek, csak hogy így most ahhoz képest, hogy akkor úgy mennyit ettem, és szerintem ő is látja, hogy szinte körülbelül 2-szer annyit bírok megenni, és ugyanabban a testsúlyban maradok, nem hízok semmit, és úgy érzem, hogy a testem igényli, tehát szüksége van az izomzatomnak, a szervezetemnek több kalóriára, és úgyhogy sokkal éhesebb vagyok. Na, úgyhogy látjátok, és nem hízik. Tehát, igen, hogy ezért tegyük hozzá, az anyagcsere egyrészt felgyorsult az edzéstől, másrészt pedig az izomzat ugye több zsírt éget, tehát szüksége van rá, tehát éhes az izomzat, ezt így mondják ilyenkor. Úgyhogy egyébként nekünk teljesen más a testalkatunk, ugye Alex ez a J-Lo típus, a körte típus, amikor emlékszem jártam a TF-re, és akkor így azt tanultuk, hogy az ő testét a legnehezebb lefogyasztani, hogy ez mindig egy személyedzőnek kihívás, ugye, hogy fölülről ne szedjen le olyan sokat, hogy az már kórosan soványnak, és akkor lent meg még mindig nem stimmel, tehát ugye az arányt megtalálni nagyon-nagyon nehéz, még egy edzőnek is. És nekem meg ugye ez a nagyon jó, ez a tuskó, vagy nem tudom, hogy mondjam, ilyen testalkatom van, ami egy ilyen, tehát, hogy nekem sose lesz ilyen darázsderekam, mint Alexának, nagyon jó alakot lehet csinálni, nem arról van szó, hogy nem lehet jó alakot csinálni nekem, csak hogy nem lesz ilyen derekam, de nem is lesz semmilyen combom, semmilyen ferekem, én ilyen egyenletesen fogyok, és egyébként az én testalkatom az, amivel a személyedzőnek a legkönnyebb dolgozni, mert nagyon gyorsan épül erre a testalkatra az izomzat, gyorsan lehet fogyasztani, egyenletesen mindenhonnan fogy, ennyi csak nekünk, hogy mi nem leszünk darázsderekúak, tehát hiába is álmodnánk róla, ez a testalkat nem olyan, de én ezt így elfogadtam, és így szeretem, ahogy van. Úgyhogy Alexának meg ugye neki meg kell találnia azokat, amivel látja, hogy lent jól tudja magát, meg ugye neki vigyázni kell azzal, hogy ne hízzon el, mert viszont, hogyha az ő testalkata elhízik, azt nagyon nehéz utána helyrehozni. Tehát, hogyha körték vagytok, akkor figyeljetek nagyon már az elejétől, és egyébként ezt én mondtam is neki, szerintem ezt elég kiskorodtól már elkezdtem neked mantrázni, hogy nagyon figyelj arra, hogy nehogy meghízzál. És akkor, de egyébként meg gyönyörű testalkata van. Most még egyébként szerencsére olyan fiatal vagyok, ezzel nem kell foglalkozni, aztán... Hát de hogyha őszét ennél, akkor kéne? Szóval, igen. Úgyhogy azért te azt ne felejtsd el, hogy te azért pici korodtól edzel, és te az étkezésre is nagyon figyelsz. Hát most már igen. Nem, addig én figyeltem az elején, és most meg már te figyelsz. Úgyhogy tényleg így van, de ez az étkezés is ugye majd egy másik videóban lesz egy következő. Úgyhogy a sport az tényleg mindenkinek nagyon fontos, egészségügyileg is, és az, hogy szép legyen rajtunk az izomzat, hogy jó formásak legyünk, úgyhogy minden szempontból, meg ugye, hogy utána, hogyha valaki elérte az ideális testsúlyt, akkor fent tudja tartani. És igen, még itt visszatérve a munkára, hogy Robi ezt úgy oldotta meg, amikor, tehát ugye, mivel hogy ő 5-kor elment, és 7, fél 8, vagy 8, vagy fél 7, valahogy így jön haza, ezért, és mindig hullafáradtam, mert ő tényleg olyan, hogy úgy csörög a telefonja, hogy alig lehet hozzászólni, tehát így, vagy egyszer nem veszi fel, mert 2 percenként csörrem, vagy folyamatosan, és non-stop a fején van a telefon, és megy, és rohan, tehát ő teljesen tényleg olyan, hogy nem csodálom, hogy néha tényleg, hogy hazajön, és így ránézünk, és ilyen látszik ez a úristen, egész nap dolgozott. Jó, nagyon szereti a munkáját, igen. Hozzá kell tenni, mielőtt itt valaki megijedt. Hogy... Igen, nem, ő ilyen típus, neki a szülei is ilyen típusok, tehát ő patron van a fenekünkben. Mert neki ez volt az álma, amit csinál, úgyhogy... Igen, úgyhogy tényleg ő nagyon szereti ezt, de neki is be kellett egy idő után, egyrészt hízott, másrészt kidobta ő is a tacsot, amikor fölment mondjuk az irodájába a második emeletre, vagy az első emeletre, és akkor jött rá igazándiból, mikor lihegve ment fel az emeletre, hogy 2 lépcsőfordulót lihegbe tud megtenni, hogy muszáj valamit csinálni, és ő azt csinálja, hogy reggel 5-kor elmegy itthonról, fél 6 körül már az edzőteremben van, és akkor azt hiszem úgy van, hogy 7-ig edz, és fél 8-kor meg már dolgozik. Tehát, hogy de neki ugye, ez megint ugye egy plusz dolog, hogy a sportnál, hogy ki mikor tud edzeni. Tehát neki a reggeli edzés a jó. Ha később edz, ő nem bírja úgy, mert ezt is meg kell figyelni, ti is figyeljétek meg, hogy mikor van az, amikor neki állsz edzeni, akkor a legnagyobb energiád van. Mert én, ha reggel nekiállok futni, akkor vánszorgó, úgy érzem, kidobom a tacsot fél óra után, nem, ez egy ilyen nagyon rossz érzés. Nem tud feltölteni. De ha nekiállok, ilyen 11, fél 11-kor állok neki reggeli után, egy kicsit később edzeni, akkor ilyen tele vagyok energiával, én is pozitívabban edzek, olyan nem olyan, még egy kicsit, még rárakok egy lapáttal, még jobban futok, még jobban csinálom a 4 ütemű fekvőtámaszt, tehát, hogy tényleg így azt érzem, hogy tele vagyok energiával, én este is tudok edzeni, akár fél 7-kor, csak utána nem tudok aludni. És ezért nagyon rossz, hogy akinek napközbére esik, mert például aki dolgozik, ugye, és 8 órában, vagy nem vállalkozása van, mint nekünk, hogy mi oda tesszük, ahova akarjuk az edzésünket, tehát, hogy mi vagyunk a saját főnökünk, ott nagyon nehéz, mert akinek pont ugyanoda esik, mint nekem, az hogy megy el edzeni napközben? Kérdezem én. Tehát ugye reggel még nem bírja, mert akkor még ki sincs nyitva a szeme, akkor oda nem tudja, tehát ő csak a munkaidő utára tudja tenni, és kérdés, hogy ő este bírja az edzést. Mondjuk ez nagyon idővel változhat, hogyha már hozzászoktatod magad. Mert nekem változott, tehát valami, a legtöbbször ugye inkább délután meg este az, ami nekem úgy a legjobban megy. De te is mondtad, hogy neked sem volt egy időszak, amikor reggel, tehát reggel is jól esett. De hát nem tudom, ilyen korán reggel 5-kor. Levittem a Pablót sétálni, és akkor utána. De az már volt olyan 8-9. Hát igen, én 8 körül. Na, nekem ott nem megy. Tehát én nekem sosem ment ott, tehát én az elmúlt 27 évben, amióta rendszeresen edzek, nekem ez nem változott meg. Tehát nekem az a 10 óra után, inkább 11, az vált be, úgyhogy egyszerűen, vagy ugye az esti, tehát amikor dolgoztam, akkor munkaidő után mentem inkább el edzeni, de az, hogy reggel, az nem, vagy inkább hétvégén, akkor, amikor nem dolgoztam. Úgyhogy mindegy, tehát lényeg a lényeg, hogy mi anyukák, akiknek sok dolgunk van, mi próbáljuk meg ezeket a 20 perceseket, hogyha nem megy a 40 perc, akkor a 20 vagy 10 perceseket beiktatni, és hogyha mondjuk 10 percesek mennek, akkor próbáljunk minél több nap a héten 10 percet kilopni, mert 10 percet valahogy fogcsikorgatva is, de ki tudunk onnan lopni, és azért is nagyon fontos az edzés, hogy lássák a gyerekeink, hogy mi edzünk, mert akkor úgy, mint Alexa, aki már szeret edzeni, és neki az élete részévé vált az edzés, neki nagyon hiányzik, nekem annyira nem, tehát nekem ez ez örök életemben már egy kicsit kényszeres lesz, hogy tudom, hogy ez fontos, és ezt meg kell lépni, ő meg szeretettel áll neki sportolni, én meg, hát kell öltözni, neki kell állni, aztán amikor benne vagyok az edzésben, akkor már nincs gond, de addig eljutni, az mindig egy ilyen, még 5 percet, még itt valamit megnézek a telefonomon, vagy nem tudom, hogy elkezdjem az edzést. Szóval, ha valami program plusz közben jön, akkor lehet, hogy ezt a másik programot választom, és akkor inkább holnap edzem. Szóval, de azért az a heti 3-at azért azt próbálom tartani, kivéve, hogyha valami intenzív fogyókúrában vagyok, mert akkor nagyon sok energiát ugye nem tudok még beletenni pluszba, mert nagyon kevés a kalória, amit beviszek, és akkor rosszul leszek, hogyha még nekiállok egy ilyen komolyabb edzésnek, akkor jó ez a jóga, meg a pilates, vagy az, tehát ami kevésbé intenzív, tehát nem igazán a kardiók. Nem tudom, hogy volt-e még valami, amit szerettünk volna elmondani. Hát talán csak ez, hogy amit ugye elkezdtél mondani, hogy ezek a 20 perces idők, hogy ez tényleg, hogy ezek bőven elegek, csak hogy ugye ennek konzisztensnek kell lennie, és amit ugye állandóan én is hallok, hogy nem minden edzésnek kell ugyanúgy kinéznie, tehát lehet, hogy egyik nap most rosszabbul fog menni, vagy nem ugyanúgy, de csak hogy az hogy gyengébben megy, és akkor azt érzi az ember, hogy ez most nem sikerült olyan jól, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy konzisztensen ugye mindig ugye meglegyen az, hogy ezt tényleg megcsinálja az ember, és ami nekem egyébként nagyon sokat segít abban, hogy biztos konzisztens maradjak, az az, hogy én előre megtervezem mindig, és ez bármennyi edzésről van szó, szerintem ezt mindenki meg tudja tervezni, hogy melyik nap mit fogok csinálni, hány órától kb., és akkor sokkal kevesebb szerintem az esély annak, aki esetleg nincs kedve annyira hozzá, hogy nem fogja megcsinálni, hogyha már elhatározta, hogy jó, itt, ekkor edzeni fogok, és hogyha mondjuk nem tudom, valakinek össze-vissza van a napja, akkor lehet ez is, hogy 3-féle edzéstervet kitalál, hogyha mondjuk itt valami közben, mint hogy anya is, hogy akkor tudja, hogy akkor viszont következő nap meg kell csinálni, és oda be kell illesztenie. Szóval szerintem ez nagyon sokat tud segíteni, ha valaki előre tervez. Meg sose késő elkezdeni. Azt te mondtad, hogy valaki ki volt, az 60 éves volt a bácsi? Egy 60 éves bácsi, úgy volt egy ilyen rövid videó, hogy meg volt hízben, és küldtem anyának, és akkor így nem is tudom, hogy oda volt írva, hogy sokáig szeretne élni, és neki állt ugye súlyzós edzéseket csinálni, és 70 éves korában ott van, és ki van dolgozva az izomzata, ugrál föl az ilyen hatalmas zsámolyokra, és ilyen, tényleg ilyen gyönyörű teste van a fickónak, úgyhogy igen, sose késő elkezdeni. Meg ugye és hogy ezzel kapcsolatban ugye a fiatalságot is fenntartja, tehát ugye azért az nagyon-nagyon fontos, hogy a bőrünk lehet, hogy én annak köszönhetem, hogy nem teljesen a korosztályomnak nézek ki, hogy fiatal korom óta rendszeresen edzek. Nyilván ennek nagyon sok összetevője van, tehát az életmódod, az étkezésed, a sportolás sok összetevője van, hisz ezért is csináljuk ezt a videósorozatot, hogy minek köszönhető, hogy úgy nézünk ki, hogy kinézünk. Tehát ez egy nagyon komoly munka van mögötte, egy tudatos munka, és ugye ezért is, hogy meg ugye, hogy amikor meg unokád van, akkor ne az legyen, hogy egyszer nem tudsz lehajolni a labdáért, vagy nem tudsz vele egyet tollasozni, vagy egyet labdázni, vagy amikor mondjuk újra felszabadul az időd, amikor az összes gyerek már kiszállt, még nekünk azért az egy idő, akkor újra a férjedbe lehet, hogy azok menni mindenfelé, nyaralni, pihenni, kirándulni, tehát hogy újra visszahozni azt az életet, ami a gyerekek előtti időszak volt, akkor ahhoz megint kell egy olyan, hogy ne addig a totál lesrapálod magad, és akkor kilóg a nyelved, és mit tudom én, hogy nézel ki, hogy úgy érzed magad, mint öreg anyád. Szóval, hogy ne ez legyen, hanem hogy tényleg megmaradjon ez a fiatalosságod minél tovább, hisz élni meg úgy jó, hogyha mozgékony vagy, hogyha minden egyes testrészedet tudod könnyedén mozgatni, és nem bottal kell járnod, meg nem tudom, tehát meg ugye a csontozatnak is nagyon-nagyon fontos a mozgás, hogy a csontsűrűséged ugye ne csökkenjen, nagyon nagy nagyon nagy mértékben, vagy intenzitással, főleg, hogyha valakinek már elmúlt a menstruációja, akkor ugye nagyon sokat beszélnek erről, hogy mennyire fontossá válik a sport, mert a csontállományod az folyamatosan épül le, és a sport az egyik, ami ezt fenntartja. Most hallgattam pont egy podcastot, ahol egy férfi beszélt, a 30-valahány éves, és hogy még 20 évesen rákot diagnosztizáltak nála, és ő például a sporttal, a futással gyógyította ebből ki magát, és ő azt mondta, hogy ő 120 éves koráig akar élni, jó, hát most, hogy fog-e, azt nem tudjuk, de hogy minél tovább, és ő tudja, és tudatosan sportol, hogy majd későbbiekben a 40 fölött az izületi problémák ne jöjjenek ki rajta, és hogy minél tovább mozgékony maradjon. És ezért, tehát, hogy ezeket próbáljátok elültetni magatokban, és ezzel ösztönözni magatokat arra, hogy muszáj egyszerűen tenni a saját érdeketekben, ha boldogan akartok élni, kiegyensúlyozottan, minél tovább mozgékonyan, és egy jó életet akartok, annak elengedhetetlen része a sport, úgyhogy sportoljatok ti is, mi mindent megpróbáltunk ezzel kapcsolatban szerintem most elmondani, de erről napokig lehetne beszélni a sportnak a jótékony hatásairól, mert rengeteg, tehát ha elkezdtek utánolvasni, nagyon sok podcast készül erről, ami nekem nagyon tetszik, mert ezeket így hallgatom én is, és mindig, hogy igen, ezeket már itt vagy ott vagy amott olvastam, és hallottam róla, és én is beépítettem a tudásba, és hogy tudatosan ezért csinálom én is, ha még nincs kedvem, akkor is. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ebben a videóban is. Ha bármilyen gondolatotok van, főleg azoktól várok kommentet, akik nagyon sok programjukban dolgoznak, családjuk van, és valahogy valahova beszúrják a sportot, hogy milyen sportot szúrtok oda be, mikorra időzítitek, milyen tanácsot tudtok adni azoknak, akik dolgoznak, hogy hogyan ösztönözzék még magukat, azokon kívül, amiket mi most itt elmondtunk, vagy ti mivel ösztönzitek magatokat a sportra. Tudtok minket követni Budapesti Família néven, mind a Facebookon, mind az Instagramon. Tudtok nekünk levelet írni a lentlátható levelezési és e-mail címünkre, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!